F, melyik a veszélyt? A papír. Igen. Egy nagymama segít unokáját a hulladék szelektálásában, ez volt a feladat a 12 állomás egyikén. De volt a rajzverseny, kirakós játék, lehetett tesztelni a koordinációs képességet is, és akik akarták, megtapasztalhatták, hogy milyen a kilátás egy hatalmas kukásautó vezető fülkéjéből. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Két év kihagyás után 12. alkalommal rendezte meg a szelektív szombatot, amelyen stílszerűen 12 állomáson gyűjthették a pontokat a vállalkozókedvű játékosok. A cél örök, és vannak még olyan célkitűzések, amit mindenképpen el kell érnünk a jövőben a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán. Alapvetően ez egy vidám családi nap, de azért ne felejtjük el, hogy minden játéknak van egy-egy fontos üzenete, egy fontos tanulnivalója, amit át szeretnénk adni, és ugye mindez arra irányul, hogy a Nyíregyháza lakosai, illetve a versenyeken résztvevők egyre hatékonyabban gyűjtsék szelektíven a hulladékot, elkerülve ezzel azt, hogy minél több hulladékot termeljünk, illetve minél több hulladék keletkezzen, ami a lerakóba kerül. Egyre nagyobb az embereknek a környezet tudatossága, emellé most már én úgy gondolom, hogy a kellő infrastruktúra is adott, tehát a különböző hulladéktípusokhoz megfelelő hulladékokat tudunk, megfelelő hulladékgyűjtő edényeket, illetve módszereket tudunk adni. Amivel gond szokott lenni, az a néhány százalék úgymond, aki nem foglalkozik vele, vagy renitesen, aki bizony sokszor gondot okoz. Bízunk benne, hogy a jövőben az ilyen hozzáállásból lesz egyre kevesebb. A rendezvényt támogatta Nyíregyháza önkormányzata is, amely számára fontos, hogy minél kevesebb személy szennyez a megyeszékhelyen élő környezetét. Az öt gondot az nagyon-nagyon fontos ma a világunkban, pontosan azért, mert a környezetvédelemnek reagálnia kell a környezeti hatásokra, szennyezésekre. Ugye a mai nap az különösen fontos is volt, mert a Bringa Piknik az most indult el Nyíregyházáról, és az IHK pedig segít abban már 12. alkalommal, hogy az emberek megpróbáljanak környezettudatosabban élni, amit a város is igencsak támogat, hiszen mindenki tudja és látja, hogy néha azért nyáron a smog itt a várost meg tudja ülni, ezért vannak a fás cserésítési programjaink, ezért volt egy olyan programunk, hogy barátságban a méhekkel, tehát megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy egy kicsit zöldebbek legyünk a lehetőségek szerint. Úgyhogy mi nagyon örülünk annak, hogy itt Nyíregyháza 269. újratelepítésének évfordulóján 12. alkalommal a szelektív szombat is megrendezésre kerül. A szelektív szombaton a játékok és versenyek mellett koncertek is színesítették a programot.